Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok! Sziasztok, én pedig Ricsi! Itt van a kezünkben a vége a pakunknak, méghozzá a Kalózok Kincse Plusz teljes paknak. Utolsó három darab, én letépem ezt, te meg azt, mit szólsz? Csináljuk azt! Utolsó három darab, 6000 forint értékű kaparás. Reméljük, pluszos lesz. Legtöbbet kihozni, legyen az, hogy minden jó, ha jó a vége. Így van, jó is lenne. 48, 49, 50. És itt 50. A legutolsó, 50-es. Kíváncsi leszek. Utána pedig megnézzük diagramos formában is, hogy hogy teljesített ez a pak. Igazándiból voltak jó percek. Meg mély hullámok, ha már Kalózok Kincse. Hullámok, sok-sok hullámok. Sok hullámok. Találni, de... De próbálkozzunk és nézzük meg. 6000 forint maradt a 100 000-ből, de mennyi fog visszajönni összesen? Ez itt a nagy, pluszos a nagy kérdés. És a válasz hamarosan kiderül. Méghozzá először is nekiállunk egy ilyen nagy térképes vadászatnak. Szeretném, hogyha kijönne egy szimbólum telibe. Telibe kiérjük az A6-on a valamit. Mi ez itt? Jó, ez kéne, hogy kijöjjön a fákja. Mert hogy az 100 milliót ér. Dénás, 4-es. Karthegy. D2. Szintén a karthoz tartozik. És egy E3. Tárcső. Tárcsöves. A1. Az nem jó, az hullámos. C5. Aki jön a tárcső, biztos pluszos a pak. Az tuti. Hullá. E5. Néda. Tárcsöves. Mondom én. A5. Fákja nem volt. Ott nekünk. E1 az nem jó. A2. Fákja szára. C3. Bomba. És D1. Hát az nem jó nekünk, nem jött ki szimbólum. Megyünk a következő játékra. 3-1 forma a szimbólum egy sorban. Gyöngy. Gyöngy, gyere gyöngy, 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 gyöngy. Pippa. Itt a gyöngy. Csak az a baj, hogy lecsúszott. Ez egy lecsúszott gyöngy. Lakat. Ezután a pak után mi leszünk lecsúszva. Úgy néz ki. Na nézzük a következőt. 50. Kereken? 8, 58. 59. Egyen nagyobb. 57. 60. 55. 63. Na, a bűvös sziget. Szigetelés. Hány betűt találunk meg jól? Hát, rögtön meghalt a dolog. YR. Egyet sem. GZ. Mindegy. És IS. Három azonos összeget kéne összehozni. 5000. 40 000, kétszer 40 000, még egyszer kérjük. 2000, 2000, és 5000, mindenből kettő. Számegyezés vagy hal? Halló, halló, lesz a számegyezésünk. 14, 25, 21. 17, 29. 22, 30. 18 és 13. Kagyló, gyere kagyló, cápa, csizma és egy hullám. Egy nem nyerővel kezdtünk, az biztos. Egy F betű. Ez a büdös francba megy el. Meg egy Q betű, különböznek. Nem nyerő. 40, 9. Közben megoldottam a matek feladatot. Na mi volt az? Ott van, 9-ből 9, az 0. Ja. Szívesen. Már ez. Aha. És mit jelent ez a 0? Hát csak annyi, hogy 9-ből 9, én csak megoldottam. Ja, ja, jó, ügyes vagy. Én csak megoldottam. Kapsz egy piros pontot. Köszönöm szépen. Az előző meg 9-ből 8, az 1. Szívesen. 16, 25, és
22. Ezekkel keresünk majd egyezőt, de előbb megnézzük, hogy lesz a kajdó. Hullám, vasmacska. Most így össze-vissza. És polip, aha. Jó. Megnézzük, hogy itt meg vannak. 15, hát nem mellé megy. 22, 22! Nyerő! Na, ez így jó. Az utolsó előtti sors egy nyerő lett. 18. De még jöhet hozzá a nyeremény. 17. 14. És 24, ez is mellé szaladt. Megnézzük a térképet. B1. Hullám. F6. Sarokban egy fákja, lángja, vége. E4. Kart. És A4-es. Hullám. E3. A5. Na, folytatja ott a hullámosodás. F2. B4. Tartsavas. B6. Szintén. E6. C2. És F3. Nem jött ki nekünk semmi megfelelő. Nézzük meg ezt a nagy kincset. 100 millió, na abból nem lesz semmi. 100 ezer és 100 millió. Ugye már nyerő a sors egy. 100 milliósnál nincsen nagyobb nyeremény, tehát 10 ezer, 40 ezer és egy. 10 ezer. Lesz a sziget. T. G. Addig jó. R. Y. S. I. Nem gyűjtve. Ágyú. Krumpi pucoló és ágyú. Majd papagáj, gyöngy és pipa. És a mi számunk az a 55-ös. 56, egyen megelőzött. 53-ra. Júj, 69. 57. 58. De nyerő! A 22-es. A 22 itt megegyezett. Mennyi az annyi? Reméljük szép nagy összeg lesz. 2000. Az is pénz, az is pénz. Egy alapnyeremény kiugrott itt. És van még egy sorsegyünk. Ott vannak a kubetűk, itt a 2000. És az 50-es. Azt meg, mivel utolsó, szerintem szépen sorba kaparjuk. Na nézzük. Egy A2-vel. Kardozni akar. D-es, 2-es. A kezed most a kép térben van. Egy D3. Reméljük kiugrik. B2. B3. Gyere B4 is, akkor pluszos. E5. Hullám. De az a hordó is kiugorhatna. Ki? D6. Fákja. Vagy ez a fákja végig mehet. Uh-huh. C1. Az a bombához tartozik. A C5 meg nem. Mert az hullám lesz. A3. D-es, 4-es. És akkor nem kell nekünk más, mint egy D-es 5-ös. De az nincs meg, hanem egy A4-est ad. Nem jött ki szimbólum, ismét. Egyszer együnk jött ki tovább. A pakban. Egy darab hordónk lett a pakban, és de legalább lett. Nagy nyereményben. És nézzük, hogy mi lesz a további. Szerintem nagyon-nagyon ritka az, hogy bármi is kijöjjön. Biztos vannak olyan pakok, amiben egy se. Gyöngy. Gyere gyöngy. Az utolsó is legyen nyerő. Áó, ez egy kalap. Az meg a szakállas kalóz, meg a zágyúja, meg még egy kalóz. 66? Na. 68. 53. 64. 57. És 60. E. X. Z. G. C és S. Ez nem sziget.
Sajnos. 19-es. 12. És 16. 24. 28. 29, nem 19. Jaj. 27. Nincs is 20-asom. 18, 19-esünk van. Nem, megy. És? 17. Ez is, csak ez lefele. Körbelőttük. Hát a 16-os mellé. Ja, sajnos. Na nézzük, hogy lesz a kagyló. Gyere kagyló! Ló, kagyló! Ez egy hullám. Egy béka béla. És egy cápa. Nem nyerik az utolsó. Nem nyeri az utolsó. Hát akkor számolnunk kell a betűkeresés után. Három sors, egy volt nyerő, figyelj, 2000 volt. Forint. Jaj, hát van még, kihagytam egy egész játékot, basszus. Hát a 3-1 forma sziget, hát még lehet nyerő. Nézd, a 4000. 10 millió, ezt hogy felejtettem? Nem tudom, én nekem se tűnt fel. 50 ezer. Hát, nem figyelsz. 2000. Miért nem, most már ja, ezért hasonló ki biztos, éreztük, hogy... J.P.M. Nagyon esélyt se adott. Au, ez így fájdalmas. 6000-ből 2000. Egy nyerő. De a vége annyira szerintem nem lesz fájdalmas, mert hogy volt nagy nyereményünk, volt összesen 3 pluszos kaparásunk, igaz volt olyan is, amikor egy nyerő se volt. Meglátjuk. Összeszámoljuk. Aztán... Aztán jövünk. Jövünk. Megvan a végeredmény. És most nem sokkal lett vastagabb a nem nyerő kupac. Azért sokkal vastagabb. Hát igen, de nem. De a szokásoshoz képest. Igen. Kiderült, hogy ez egy nagyon jó pak volt. Bár én nem éreztem, mondjuk. Igen, mert sokszor nem voltam én. Két pluszos videóról igen. Nem lehet szóval. Én voltam. Én de a nagy nyereménynél itt voltál. Annál igen, a 15 ezeres, a 25-ös sors egy ilyen beugrott pont a pakli felénél. Az érzéseink azok, hogy ha ilyen lenne a pakok nagy része, akkor is rohadtul, kegyetlenül sokat keresne vele az ERT, de sokkal élvezetesebb lenne a játék, hogyha ez nem a kivételes pak lenne. Mert hogy ez egy átlagon felül. Ez egy nagyon-nagyon átlagon felüli pak volt. És tudjátok miért? Azért, mert 19 darab nyerő volt benne. Egy a 2,63, az jobb, mint ami rá van írva. És a nyeremények. 69 ezer forint, tehát 69% jött vissza. Ez is jóval több, mint amit számolsz, hogyha megnézed a nyereménytábláját, hogy mennyinek kéne visszaélni. Tehát ez egy nagyon jó pak volt, csak az baromi szomorú, amikor tökre örülünk neki, hogy egy jó pak, akkor is egy csomó pénzt bukunk. Kevesebb, mint a 70% jön vissza, és az már nagyon is jó. Igazán nagy nyeremény kell ahhoz, hogy pluszos legyen a pak. Általában a pak árának a fele egybe ott kell, hogy legyen, meg legyen mellé egy csomó másik nyerő is. Igen. Akkor lehet kihozni, hogyha nincsen legalább akkora nyereményünk, mint a pak árának a fele, akkor szinte borítékolható, hogy nem lesz pluszos. Ez így van, eddig ezt bizonyították az eddigi pakkaparásaink, amik amúgy megnézhetőek. Hát amúgy az eddigiek azt bizonyítják, hogy szinte sose pluszos. Egy pluszos. Egyetben egyszer volt 1000 forint a plusz. Azt el is hittük. Na, de nézzük akkor meg diagramos formában, hogy is teljesített ez a sors így. A teljes pak kalózok kincse plusz 100 000 forintunkba fájt, és 31 000 forint volt a bukó, tehát ennyibe került nekünk ez a 13 videó. 69 000 forint pedig visszajött, ami a teljes befektetett összeg 69%-a. És akkor a nyerők, hát nagyon döcögősen kezdődött a pak. Úgy kezdődött, hogy az első 6 kapásból nem volt nyerő, de utána kezdtünk beindulni, és beindultak a nyeremények is, sőt, voltak olyanok is, amikor egymás után 3 nyerő volt, és jött egy nagy nyeremény, egy 15 000-es. Abból ugye egy volt, de volt egy 6 000-es, 2 darab 5 000-es, 2 darab 4 000-es, 4 darab 3 000-es, és 9 darab 2 000-es. Így jött ki a 19 darab nyerő 69 000 forint értékben. Na, szerintem ez jó. Soha rosszabbat. Így van. Ha rosszabb nem lenne, akkor boldog. Ha ez lenne az átlag, egy picit feltuningolnák még a játékokat. Ez így azt mondanám, hogy így... A másik problémám az, hogy például nem találtunk kagylót. Igen, és a térkép. 50 darab sorsjegyet lekaparunk.
és egyetlen egy sem nyert. És volt két darab 5000-es és egy is kagyló. Igen, két 5000-es volt és egyik is kagyló, az nagyon durva, meg volt egy 15000-es, és ott sem volt kagylós nyeremény. És szerintem a térkép is nagyon ritkán nyer, mi a nagy nyereményben húztunk be egy nyereményt. Egy hordó kiugrott. Úgyhogy a hordó benne volt, de ha nem lett volna nagy nyeremény, akkor szerintem ott nem lett volna nyerő a pak. Van egy se. Szóval vannak olyan játékok, amikkel igen ritkán lehet nyerni. A többiből azért egy-egy becsúszott, meg volt, ami nagyon felül van reprezentálva. A 6-os meg a 3-as játék nyert legtöbbször. Érdekes. Tartsatok velünk legközelebb is. Iratkozzatok fel. Bizony, feliratkozást, azt nagyon köszönjük. Kapcsoljátok be a csengőt, lájkoljátok, kommenteljetek, hogy mi volt eddig a legnagyobb nyereményetek. Én kíváncsi vagyok ezen a sors, igen. És örülnék, hogyha legközelebb is találkoznánk. Szóval, drukkolunk, hogy nyeritek nagyokat, legyen szerencsénk! Sziasztok!